Önök a Pécs Televízió kulturális információs műsorát látják. A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek. A kultúra, a művészet, a tudomány híreivel, érdekességeivel ma is jelentkezik a Pécs TV kulturális híradója. Köszöntöm nézőinket! Legfrissebb beszámolóink mellett ma tovább folytatódik Tettyei körképünk. Ezúttal a Pintérkertről beszélgetünk. A Művészetek Házában előadott színdarabok profilját nagymértékben a Sipos színpad működése határozza meg. Évente 2-3 előadást mutatnak be. A legfrissebb a mostani Kis Anna, Alma és Holda tükrömben című bábjátéka. A darabot a Levendula Színház alkotó közönsége Szabó Zsuzsa, Kovács Márton, Rumi László, Sipos Katalin, Kosik Péter és Mátravölgyi Ákos vitte színpadra. Mi a darabnak a sajátossága? Van-e valamiféle sajátosság, a különlegesség, és egyáltalán mi maga a történet? Sajátossága az előadásnak, hogy közvetlen folytatása a megelőző bemutatónknak, amelyet Kis Anna írt, Hol van a világ vége címmel. Ez pedig kifejezett kérésünkre, számunkra írta, Alma és Holda tükrömben címmel. Ami a kettőt összeköti, az a főszereplő, egy kislány, aki időközben cseperedik, bár furcsa módon most ezt a kislányt ketten játsszuk. A történet pedig ebből adódóan két kamaszodó lány játéka utolsó babázása a felnőtt korba való kilépés előtt. Vannak-e újabb tervek, elképzelések, bár tulajdonképpen ugye még ez sem került előadásra, de az ember már mindig a jövőre gondol. A legközvetlenebb tervem az, hogy 10 perc múlva elkezdjük a bemutató előadást, és hát az elkövetkezendő 1-2 évben ezt a meglévő két produkciónkat szeretnénk játszani, és hát természetesen van a későbbiekre vonatkozó tervem, mivel mi költői színháznak valljuk magunkat, egy Pilinszky bemutatót tervezek. A társulat az elkövetkező hónapokban az ország több pontján is fellép majd, így Budapesten, Kecskeméten, Szombathelyen, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, de vannak már külföldi felkéréseik is. Valaha Présháznak készült. Aztán villává alakították át azt az épületet, amely jelenleg a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóságának székhelye. Feljegyzések vannak arról, hogy 1891-ben erről a helyről Ferenc József császár gyönyörködött a Tettyei látképben. Akkor még nem létezett az az arborétum, az úgynevezett Pintérkert, ami 1977 óta országos védettséget is élvez. A terület egykori gazdája, Pintér János 1926-ban kezdte meg a növényi ritkaságok telepítését ide, ebbe a kertbe. És olyan jó érzékkel, hogy ezek a növényfajok meg is maradtak. Szeretettel köszöntöm Ötvös Károlynét, a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási Központjának oktatóját. Sokat köszönhetünk Pintér Jánosnak, a kert alapítójának. Voltaképpen ki volt ő? Pintér János egy banktisztviselő volt, aki a botanika iránt érdeklődött, és amikor ő nyugdíjba vonult, tulajdonképpen akkor kezdte kialakítani ezt a gyűjteményes kertet. Honnan hozta a növényeket? A világ minden tájáról gyűjtött elsősorban örökzöldeket, így Amerikából, Ázsiából és hát európai fajokat is ültetett itt a kertjében. Azért gondolom, ahhoz kell szakértelem, hogy valaki olyan növényeket telepítsen ide, amik meg is maradnak, sőt, még ma is élnek. Hát ezt a szakértelmét bizonyította tulajdonképpen az, hogy az eredeti kertnek a fáiból néhányat láthatunk most is a kertben. Na most ezen kívül ő a kertet nagyon szépen alakította ki, szobrokat helyezett el, két medencét épített a kertbe, tehát nagyon sok látnivalót kínált, az eredeti is. Ahhoz képest azonban jelentős változások vannak. A mai formáját tulajdonképpen 1991-ben nyerte a kert, amikor helyre lettek állítva az utak, és egy módszeres gondozás következtében a mai látnivalók előtérbe kerültek. Most milyen növényritkaságok vannak ott?
a 2,4 hektáros területű kertben találunk nagyon szép növényeket, amelyek igazi büszkeséggel töltenek el bennünket. Így például a kertünk igazi büszkesége az arizóniai ciprus, ami az Egyesült Államok délnyugati részén a mai időkben karácsonyfaként termesztenek. Ez az arizóniai ciprus egy fagyérzékeny növény, tehát ezen a meleg területen tud csak megélni. Most gyorsan növő fajról van szó, és hatalmas méretű a kertünkben, Közép-Európának az egyik legszebb példánya. Úgy tudom, hogy van a kertben olyan növény, ami szinte egész télen virágzik most is. Igen, hát van egy babérboroszlán, ami a mediterrán tájakról származik, az lombfakadás előtt hozza a virágait, nagyon kellemes illatos virágai vannak. Tavaly, amikor hó volt, akkor virágzott, az idén novembertől folyamatosan vannak rajta a fehér virágok. Melyik az ön kedvence a kertből? Hát a kedvenceim az tulajdonképpen a fenyőfélék közül a keleti luc, ami arról nevezetes, hogy nagyon rövidek a tűjei, és olyan csalogatja az embert arra, hogy olyan bársonyosak, hogy megsimogassa. Amikor virágzik, akkor a porzós barkái pirosak kezdetben, és olyan csodálatos látványt nyújt maga a fa. 70-80 éves lehet már ez a példány, tehát egy hatalmas méretű fenyő. Aztán természetesen a mecseknek a fokozottan védett növényei, amik a kertbe igen nagy számba előfordulnak, így a szarvasbangó, amelyik csak itt a mecsekbe és az Ócsai Túr Jánosba fordul elő. Innen erről a két kis szarvacskáról kapta a nevét, egy ritka orchidea faj tulajdonképpen. Ez az egyik érdekessége a kertnek. Aztán van egy másik növény, ami csak a mecsekbe és a Villányi hegységbe fordul elő. Ez a szintén orchidea, a majomkosbor, amelyik onnan kapta a nevét, hogy egy virág nagyon hasonlít egy majmocskára, mert van neki feje, két keze, két lába és egy rövid farkincája. Ez is egy védett növény, na most mind a két növény, amelyikről beszéltem, ez már tulajdonképpen a mecseknek a természetes növényzetéhez tartozik. Olyan területeken, mint amilyen a pintérkert is, hogy egy ilyen délies kitettségű lejtő van, ami sok napsütést kap, meleget kap, mészkövön egy keskeny, vékony talajréteg alakul ki, ott csak ilyen apró bokorszerű növények jönnek létre, és ezért hívjuk ezt a területet karszbokorerdőnek. Jellemző faja a molyhos tölgye, ez a kertben nagyon sok van, a virágos kör is, és ezek alatt, illetve között, a gyep területen találjuk ezeket az igen értékes növényeket. Gondolom, milyen paradicsomi körülmények között az állatok is szívesen élnek. Milyen állatok vannak a kertben? Nagyon sok állat van a kertben. Az emlősök közül a gyerekek leginkább szeretik is a látogatók a mókust, a védett mókust. Pele is van, de azt, mivel éjszakai életmódú, nem igazán látjuk. És madarak vannak, nagyon szép számmal énekes madarak vannak a kertben. Télen téli vendégek, illetve az itt maradók és a költöző madarak közül is több fészkel a kertbe. Aztán van még egy nagyon érdekes állat, egy sokak által nem szeretett állat tulajdonképpen, a denevér, a csonkafülű denevéreket itt találták meg, és ezután kezdődött egy vizsgálat, és még a mecseken két populációt találtak belőlük. Ők az igazgatói iroda erkélyén tavasztól nyár közepéig tartózkodnak. Aki most kedvet kapott, ellátogathat oda? Igen. Na most többféle módja, útja van annak, hogy a kertet megnézhessék a látogatók. A nagy közönség számára május 1 és szeptember 30-a között a kert 10 és 18 óra között nyitva van. Belépti díj ellenében lehet megtekinteni a kertet. Na most ezen kívül, mivel tavaly megalakult az oktatási központ, van olyan lehetőség, hogy előzetes bejelentkezés alapján a csoportok hétköznapokon az oktatási központon keresztül 8 és 16 óra között vezetővel ingyenes látogatást tehetnek a kertbe. Én köszönöm szépen. Ilyenkor télen is szép a kert, de biztos nyáron, tavasszal a legszebb. Akkor majd el is látogatunk oda. Hát szeretettel várom Önöket, és várjuk a munkatársaim is. Önöket. Köszönöm szépen. És most lássuk, hogy milyen programok várnak Önökre a következő napokban.
kulturális híradót látták. Legközelebb Katona Ágnes várja Önöket a művészeti élet legfrissebb híreivel. A stúdióban pedig vendégünk lesz Mester István, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja, a Gülbaba cím szereplője. Tartsanak velünk akkor is! A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.